Szóval üdvözlök mindenkit ezen a AI plusz AR egyenlő szuper képességek előadáson. És mondjuk ebben az előadásban lesz azért pár angol szó, mert már a szuper képességek is sokkal hülyében hangzik, mint a superpowers. De beszéljük már először, hogy ezek így mit jelentenek egyenként. Itt néhányan azért voltak annyira bátrak, hogy elmondták, hogy ők kicsodák, micsodák, honnan jöttek. Úgyhogy szerencsére nem egy olyan előadásra készültem, ami mély technikai lenne, hanem inkább egy ilyen gondolatébresztő, illetve hát egy ilyen látókört tágító előadást hoztam. Úgyhogy kezdjük az elején, hogy mi az az AI? Az AI az, amikor valamilyen mesterséges intelligencia, tehát valamilyen mesterséges izé az intelligencia jeleit mutatja. És a legtágabban értelmezve az AI az is lehet, amikor valaki ír egy ilyen nagyon egyszerű kis programot, hogy gondoltam egy számra 1 és 10 között, és kedves számítógép, kérdez meg, hogy 5-nél kisebb vagy nagyobb, és ez alapján szép lassan talált ki, hogy milyen számra gondoltam. Ez is mesterséges intelligencia, még hogyha egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon primitív valami is. De ezen belül az AI-on belül azért van még néhány csoport. Például ilyen a machine learning, a gépi tanulás, ami már abban izgalmasabb az előzőnél, hogy nem mi mondjuk meg a számítógépnek lépésről lépésre, hogy milyen algoritmus kövessen, hogy milyen lépéseket kövessen, hogy hogyan jusson el ilyen olyan döntésre, hanem ezt már a számítógép vagy a rendszer maga találja ki ilyen meg olyan módon. Nagyon szeretem ezt az ábrát, mert ez pontosan az, ami valójában történik, hogy a gép megpróbálkozik valamivel, felteszel neki egy kérdést, megpróbálkozik valami választ adni, és akkor ez a válasz mondjuk nem jó, akkor kicsit így csavar magán, és akkor újra megpróbál választ adni, és addig csavargatja a különböző kis potmétereket, amíg a végén ki nem jön az az eredmény, ami már egészen elképesztő is tud lenni. De az AI-nak talán a legdivatosabb része, ez a neurális hálózatoknak a világa, a deep learningnek a világa, amikor, hát ez azt szokták mondani, hogy ezek a kis videók, ezek az emberi neuronról vannak mintázva, és hát nagyon-nagyon tágon nézve ez még igaz is, de a lényeg az, hogy marra sok ilyen neuront összekötünk következő rétegben, marra sok hasonló neuronnal, meg mérjünk tovább, és ezzel a rengeteg kis egyszerű kis elemi képleteket megvalósító neuronokkal, meg az összekötésekkel, és az, hogy a gépi tanulással ezeknek a vonalaknak a súlyát azt változtatjuk, a végén kijönnek olyan egészen elképesztő dolgok, mintha rajzolok egy kettest, és akkor a számítógép megmondja, hogy az valójában egy kettes. Vagy mutatok neki egy macskáról egy fotót, és akkor a számítógép megmondja, hogy ez egy macska, vagy egy kutya. Vagy diktálok a telefonomnak, és leírja szépen, hát leginkább angolul, de leírja, hogy mit mondtam. Ezek mind ilyen struktúrából vannak, persze rohadtul bonyolult és nagy, de ez az egésznek az alapja. Hát ez az, amikor most így arról beszélek, hogy AI. Mi az AI? Ez ugye az augmented reality, a kiterjesztett valóságnak a rövidítése az AI. És én abból a definícióból szoktam kiindulni, hogy az AI az egy interaktív, valós idejű, mondjuk hollywoodi mozi effekt. Tehát egy olyan effekt, ami a valóságot valamilyen módon így valós időben megváltoztatja, mint például itt van ez a jóképű fiatalember, és ahogy ugye ott egy kert előtt mozgok, integetek, látható, hogy azért az nem egészen én vagyok, hanem mint hogyha egy rajzolt figura lenne. Ez AR. Ez egy telefonos AR, ez valós időben készült egy iPhone-nal. Aztán itt van AR-ra például ez, ahol ezek a Star Wars rohamosztorgosok, hát ezek valójában nincsenek ott, de az a film, amit az ember a telefonnak csinál, azon mégis ott vannak. Ugye ezért mondom, hogy ezek ilyen valós idejű cégügyi effektek. Ennél ez egy picit hasznosabb dolgokra is lehet használni a kiterjesztett valóságot. Például
a Google Maps-ben már van olyan navigálási lehetőség, ami egyszerűen magam előtt tartom a telefont, és a telefon kameráján keresztül látom az utcát, de látom azt is, hogy hol kell nekem befordulnom jobbra, illetve az, hogy mikor érkeztem meg a célomhoz. És ez ugye magam előtt tartom a telefont, abban az a nagyon nagy poén, hogy simán hasraesés esni, úgyhogy ezt itt láthatják, meg nem a hasraesést látjátok, hanem a kis figyelmeztetés, hogy azért ne csak a telefon nézni, hanem a környező utakat is, de meg lehet érkezni oda, ahol akarsz. A másik érdekes alkalmazás ennek a mobil AR-nak, amikor például egyszerűen csak mérsz valamit a valóságban, tehát itt például egy kanapén mérek mindenféle dimenziókat, ami baromi jó, mert végre a sok százezer forintos telefonot használtam valami arra, amire egy 2 forintos kis mérőszalag is elég lett volna, de ez a velem modell. Az AR-nak a legelterjedtebb formája az mégis ez, amikor különböző ilyen maszkokat, filtereket, ilyesmiket használnak, ugye a Snapchat-ben, Instagramon lehet ezeket használni, és ennek több száz millió felhasználója van naponta, anélkül, hogy azoknak a felhasználója többsége az augmented reality kifejezést valaha hallotta volna, de mégis ez a legnépszerűbb, ugye itt láthatjátok akár a Joker filmet, akár a jól sikerült kifestőkészletnek a reklámját, vagy hát egy másik hasonlóan kedves példa. De mégis, amikor legalábbis ha velem AR-ról beszélgettek, akkor engem legjobban ezek a bőrös AR szemlegek izgatnak. Volt már valakinek a fején ilyen? A szemmel látható kisebbség, de azért vagytok egy páran. Tehát ezek az AR szemlegek, ezek arra alkalmasak, hogyha fölveszed, hogy ezeknek az üvege a kijelzője átlátszó. Ami azt jelenti, hogy látod a való világot magad körül, de ugyanakkor mind a két szem előtt van egy kis kijelző, ami a való világhoz még fényből összerakott ilyen 3D és mindenfélét tud rakni. És ugye az ember az úgy lát, hogy két szemmel látunk sztereóban, tehát hogyha ez a két kis kijelző, ez okos és tényleg azt mutatja, akkor én tudok neked egy olyan illúziót csinálni, hogy itt van az asztalon egy váza fényből kirakva, és miután a szemlegeken vannak mindenféle szenzorok, amik nagyon pontosan tudják követni, hogy hogyan megyek jobbra-balra, ezért a kijelzőn a képet is meg tudják változtatni a nézőpontnak megfelelően, és ténylegesen meg lesz az illúzió, hogy itt van egy ilyen hologram váza az asztalon, amit körbejárhatok és megnézhetem minden irányban. Tehát amikor AR-ra beszélek, akkor nekem ez számomra a legizgalmasabb, a legjobb pofább dolog. De milyen szuper képességekről beszélünk? Hát az a rossz hírem van, hogy én most itt nem tudok ez alatt a 45 perc alatt senkit megtanítani arra, hogy autókat egy kis útból felemeljen. Tehát a szuper erő az nem tartozik itt a szuper képességek közé. Meg azt sem tudom biztosítani, hogy elsajátítsátok a repülés képességét, úgyhogy sorry, ez van. Ugye tudjátok, a világon a legjobb szuperképesség az elképesztő mennyiségű pénz. Na hát ezt, mondjuk ezzel az úton lehet, hogy már elindultak valamivel kapcsolatban, amit itt mondok, de azért ez sem. Szóval mégis milyen szuperképességekről beszélek? Mi az, amikor azt mondom, hogy az AI meg az AR az szuperképesség? És az a szuperképesség, amiről beszélek, az nem más, mint a már. Mondom, mint a már. És méghozzá azért, mert amit az előbb mondtam, hogy én ide tudok varázsolni egy vázát, az egy varázslás. Az, hogy ez a váza az itt legyen, az, hogy ez körbejár, az, hogy neked az legyen az illúzió, hogy itt van valami. De ez persze annál kicsit érdekesebb dolgokra is lehet használni. Nézzük egy ilyen varázslatot, amikor egy egyszerű kérmozdulattal egy kockát varázsolok oda, és láthatjátok, hogy ez a kocka ez még arra is képes, hogy a kezemet, ugye egy piros fényel van ott, és a kezemet megvilágítsa, sőt, amikor a másik kezemet is kinyitom, akkor már két kocka van ott, az egyik kék, a másik piros, és a kezemben a világítás az olyan, mint hogyha mind a kettőben jönne, húzzának is egy kicsit, hogy marha jó pofa. Aztán összecsukom a kezemet,
akkor pedig a kocka szépen fogja hallgatni, és eltűnik. Most ugyanezt a kis trükköt jobban vagy felhasználva, nem csak kockát tudok megidézni, hanem mondjuk megidézek egy iPhone-t. És ez egy olyan iPhone, hogy a Tim Cook szerintem Tim Cookot eszi a sárga irigység, mert ez 0 gramm súlyú, ez nem törik el, ez nem esik le, és ott van, látjátok, ott lebeg a kis előszobában, de ráadásul még működik is. És hogyha, amikor már nincs rá szükségem, akkor legyen mozgatja ezt a sárgát. Most ez az előadás, ez nem egy bűvészmutatvány, tehát most nem azért vagyok itt, hogy bűvészmutatványokat mutassak, hanem azért vagyok itt, hogy kicsit gondolatot ébresszek. Úgyhogy én minden ilyen kis bűvész trükkre el fogom mondani, hogy hogyan készült, meg hogy mi benne az izgalmas. Szerintetek, de azért megkérdezem, mert legyünk interaktívak, szerintetek mondjuk ez a második kis iPhone-os trükk, ez így hogy készült? Azért voltak egy bátor. Képek kilettek betítve. Hogy érted meg? Készültek képek, és azok a képek elvetítve. Amit itt láttok ezeken, azt én ugyanazt látom, amikor a szemüveg rajtam van. Tehát semmi ilyen csalás nincsen benne, hogy utólag oda tettem volna valamit. De maga az eszköz az vetítik. Igen. Tehát úgy kezdődik a dolog, hogy az eszköz az felismeri a különböző kéztartásokat, tehát tudja, hogy mikor nyitom ki a kezemet, és akkor megjelentett ott egy telefont. És ott magáról a telefonról pedig készítettem egy nagyon rövid kis videót, amikor megnyomtam a Weather appot, egy ilyen 2 másodperces videót, és ezt a videót akkor indítottam el, amikor a kezem odaért, és közben súlyban a kontrollerre megnyomtam egy gombot, mert ez ilyen. Tehát van menetrük, de ténylegesen azt láttam, amit itt mutattam. Meg lehetne, csak nekem nem volt arra, én az volt az eredeti terv, hogy akkor most remote desktop, meg mit tudom én, aztán szépen feladtam, ahogy így haladt a dolog, mert volt rá nagyjából egy napom, egy hétvégén. Tessék? Igen. Igen, meg lehetne csinálni, csak valószínűleg nem egy szombatba telne, hanem mondjuk egy hónapba, de meg lehetne abszolút csinálni, hogy ugyanez mondjuk egy valódi, ha nem is iPhone, de mondjuk Androidhoz, vagy egy Windows tablethez, vagy akármihez legyen csatlakoztatva, és így a levegőbe így nyomkodom. Nézzük tovább. Szép dolog ez, amikor ilyen 0 grammos telefonokat nyomkod az ember, de milyen jó az, amikor a minket körülvevő fizikai világot és tudjuk befolyásolni. Ez a trükköt úgy tudom, hogy hand throwing, tehát kézdobás. Na ez hogy készült? Másik ez a bennet. Majdnem. Akkor a feleségek közben bennet. Így van. Ezt most nagyon eltaláltad, ez itt a verkstream, ahol találtok indítani egyszer, igen. Ahol hatalmas színészi képességeket láthatok, amit ezek itt az új Skywalk ellen, és utána pedig vissza. Oké, menjünk tovább. Ha már van ilyen kézdobási képességem, akkor ezt használhatjuk másra is. Például arra, hogy egy lámpa kapcsolót üzemeltessünk vele. Ugye oda dobom a kezem a messzi lámpa kapcsolóhoz, megnyom, akkor kigyűlöd a villany, akkor le akarom kapcsolni, akkor megint oda dobom a kezem, nem sikerült, jaj, na végre sikerült, és akkor lekapcsolom a villanyt. Na, ez megint úgy készült, hogy igazából ez a kapcsoló nem azt a villanyt kapcsolja, és akkor a feleségem nyomkodta a világ. De nem ez benne az érdekes, ezt azért mutatom ezt a példát, mert ugye láthatok, hogy nem volt valami stabil a dolog. Nyilván vághattam volna egy olyan videót, ahol minden klaffa, meg minden szuper, csak nem ezt akarom nektek megmutatni,
hanem azt akarom megmutatni, hogy igenis, ez, ahogy ez meg lett írva, az nem valami húder marha stabil, robusztus történet, mert ugye állandóan ezt kell csinálni, aztán harmadikra végre észrevettem, hogy én elhattam közben. Ez azért van, mert egy olyan algoritmust írtam, hogy figyeli a kézmozgás sebességét, és amikor az hirtelen lecsökken valami alacsonyra, akkor oda teszi a kezet, amit még a videó felvétel előtt megadtam neki. De, és ez tök jó erre a videóra, erre teljesen oké, de ahhoz, hogy ebből mondjuk én éles terméket csináljak, ott már valószínűleg bejönne az AI. Mert mondjuk én ezt csinálom, de lehet, hogy te valahogy másképp hadonászol a kezeddel, meg nehogy már eldobja a kezemet akkor, amikor mondjuk így élénken gesztikulálok, mert akkor csinálok gyors sebesség és utána megállás. Tehát nagyon sok ilyen dolgot figyelme kell venni, és ezért, hogyha nekem ebből éles felújtott kell csinálni, akkor már bizony bejön az AI, ami pontosan olyan való. Azt csinálnám, hogy felvennék vagy 50 ilyen dolgot, meg egy csomó időt, amikor más csinálok a kezemmel, sőt megkérnék mondjuk egy ilyen teremnyi delikvens, hogy ők is ugyanezt a gesztust próbálják meg eljátszani, és ezeket az adatokat, hogy milyen sebességben, milyen irányban, mit csinál a kéz, ezeket mindent fölvenném, megjelölném, hogy na, akkor ez most valódi kézdobás volt, ez meg csak valami más, és ezt így betanítanám egy ilyen viszonylag egyszerű neurális hálózatnak, ami aztán szépen megbízhatóvá tenni ezt a történetet. De most nem ez volt a cél, most annyi volt a célom, hogy ezt a kis videót megmutassam. Úgyhogy erre ez így elég volt. Egyébként, ha már itt villanyt kapcsolgatunk, akkor minden kapcsolatban? Miért nem tudom azt csinálni, hogyha én azt a villanyt akarom lekapcsolni, akkor oda dobom közvetlen a villanyhoz a kezem, és akkor kicsit megtapiskálom, és akkor oda kapcsolódik. Még egyszer megtapizom, és akkor megy vissza. Ugye ez ugye nagyjából ugyanaz a különbség, hogyha közvetlen a villanykapcsolót, de most közvetlen a villanyt kapcsolom, mint hogyha a villanykapcsolót kapcsolom, mint amikor egérrel nyomod a gombot, vagy amikor a touchscreen-en oda nyomsz. Tehát egy közvetlen direkt interakcióban van szó. Na most, az iparban már nagyon komoly sikerrel használják ezeket az augmented reality, virtual reality eszközöket. Az egyik legkomolyabb killer app, amit itt látok, az a betanítás. A betanítás, amikor az emberünk éppen ezt a motor összeszerelést tanulja, és neki oda vannak vetítve három dimenzióban virtuális nyilaskák, hogy már ide tedd az egyik végét, ide a másikat. És utána pedig megy a következő lépésre, hogy most negyedik lépésnek tart. Ez a fajta tanulás, akár AR-rel, akár virtuális valósággal, VR-rel, ez olyan szintű eredményeket hoz, és most már nagyon komoly mérések Walmart-tól kezdve mindenféle autógyárakon át, amik egészen elképesztőek. Ilyen 80-90%-os javulás a recall rate-ben, tehát abban, hogy mennyire emlékszik rá az ember. Szinte 80-90%-ot javul a betanítási idő, tehát tized annyira be lehet tanítani valakit, úgyhogy kétszer annyira jól emlékszik rá. El lehet képzelni, hogy ennek a return of investment-je, tehát a befektetett pénz, hogy mennyit hoz vissza, az ilyen több száz, több ezer százalékokban mérhető. Úgyhogy ami nagyon izgalmas az augmented reality-ben szerintem, amikor az embereket, nem csak a valóságot terjesztjük, hanem az emberek képességét, tudását is terjesztjük. Fajnos. De tanítás az használják? A betanítás csak egy példa, persze, rengeteg dologra használják. Majd mindjárt mutatok egy példát. Például, itt van az Airlinks című cég, ahol én most jelenleg az időm nagy részébe töltöm. És amit itt csinálunk, az az, hogy a repülőgép karbantartónak adunk kiterjesztett valóságot. Tehát ott van az emberünk, fején ezzel a bizonyos szemüveggel, és amikor ránéz a repülőre, az ő feladata az az, hogy a repülőgépen levő minden kis sérülésen, minden kis rendellenességet
katalogizáljon és eldöntse, hogy azok kell foglalkozni, vagy nem. És egy ilyen nagyon-nagyon pici sérülés, hogyha a repülőgép egyik felén van, mondjuk egy harcolásra gondoltak, hogy az autónakban is felverődés, a repülőgép egyik részén van, akkor senkit nem érdekel, a másik részén van, akkor a repülőgép föl se szállhat, addig, amíg ezt meg nem megítja. Nagyon fontos, hogy ezeket az egyébként marhai repülőgépeket gyakorlatilag négyzetcentiről négyzetcentire állapvizsgálják. És ebben a katalogizálásban segít a mi rendszerünk, az ember egy ilyen képet lát, amikor a repülőgépre ránéz, tehát van egy ilyen négyzetháló, ami a tájékozódásban segít, meg ott vannak különböző sérülések a repülőgépen, és ha valamelyik rákattint, akkor még rengeteg adatot, meg fényképet, meg bármi egyebet meg tud róla szerezni, anélkül, hogy egy ilyen vastag papírral kötelben szoktak amúgy járkálni, amit jogára szüksége. Maga az útmutató, ami pedig megmondja, hogy mit kell csinálni a sérülés, az 18 ezer oldal vastag, egy darab repülőgép típusra. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy itt körül van szó. És mellesleg egy kis reklám, hogyha valakit ez érdekel és szeretne velem dolgozni, akkor felvétel van, szoftver tester és Unity és Augmented Reality Developer területen. És nem csak velem lehet dolgozni, hanem tényleg a napunknak a nagy részét is már a hangárba töltjük repülőgépek között, ami valami jó, na. Na, erről ennyit. Tehát azt mondtam, hogy az augmented reality akkor izgalmas, amikor magának az embernek segítünk, amikor az ember képességeit tudjuk kiterjeszteni. És itt van erre egy remek példa. Ez az én mikrohullámos ütőn, imádom, mert nem kell gombokat nyomkodni, csak két mozdulat, sőt leginkább csak egy, eltekerem a felső tekerencsőt, és már be is van állítva, hogy mennyi időre menjen. Viszont ezzel a mikrohullámos ütővel egy baj, méghozzá az, hogy évente legalább kétszer át kell állítani rajta az órát. Mert tavaszi, meg őszi időszámban, téli nyári időszámban. És ez bizony gáz, mert az összes kezelő szerve ennek a mikrohullámos ütőnek az itt látható ezen a fényképen. Úgyhogy aki megmondja, hogy hogy kell az órát átállítani rajta, az vendégem egy vízre, vagy sportcsokira, vagy valamire. Nem. Nem. A felső gombot csak tekerni lehet. Nem. Nem. Alsó gombot is csak tekerni lehet. Úgy kell beállítani. Kinyitod az ajtót, becsukod, ez fontos. Utána ezt függőleges beállítod. Utána ezt a felső tekerőt, amit óramutatójárásával megfelelő, vagy csak tükrözve vagyunk, tehát nektek így kell állítani az időt, ezt a másik irányba 360 fokba elfordítod, és akkor elkezd villogni. Akkor elkezd villogni az óra, és végre elkezd találni. Baromi jó. Fél évente egyszer van erre a tudásra szükségem. Ez a mikrosítő már több mint 10 éves, de elképzelhetitek, hogy az első 3-4 évben elő kellett velem a használati utasítást. Mert nem ment másként. És milyen marha jó lenne, hogyha én csak fölvennék egy ilyen kiterjesztett valóság szemleget, az felismeri a mikrosütő típusát, és ott mellette megjelenti nekem a használati utasítás, vagy mondjuk annyit mondok, hogy beszeretném állítani az órát, és akkor még oda is lakoz a használati utasításban, vagy mondjuk ezt a kört odarajzolja nekem 3 fúlát. Ez amit úgy hívunk, hogy instant expert. Amikor nem értek valamihez, de és nem is kell, hogy értsek, mert hogyha naponta 15-ször mikrosütőt állítanék, akkor persze, akkor tudnám fejből, de nem tudom. De ebbe tudna segíteni. És van erre egy másik példám, ez a Rubik kocka, a bűvös kocka, azért gondolom már ismeritek. Tegye fel a kezét az, aki ki tudja rakni a bűvös kockát. Aha, ez 6 ember talán. Tartsd fel a kezed. És tarts fel a kezed akkor, hogyha te magadtól külső segítség nélkül jöttél rá arra, hogy kell kitenni a bűvös kockát. Én egyszerűen nem éreztem. Az is jó. Én hallottam egy podcastet, ahol erről volt szó. 43 kvantillió kombinációja van a Rubik kockával. A kvantillió szót addig nem is hallottam, amíg erre az előadásra nem kezdtem el készülni, de biztos rohadt nagy szám, mert jóval szélesebb, mint ez a
different combinations szöveg, tehát sok minden van benne. És ebből a 43 kvantillióból ebből egyetlen egy a hash. És ez annyira durva ez a feladat, hogy Rubik Ernő, aki ugye feltalálta a Rubik kockát, őt maga a mechanika jözgette nagyon, aki feltalálta a Rubik kockát, urán végre feltalálta, elkezdte tekergetni, nagy de jó, és nem tudta visszatekerni. És több hónapot töltött a szobájába zárkozva, a szegény anyukája már nem tudom, mit gondol, mire végre rájött, hogy hogyan kell kirakni. Nyilván előtte soha az életben senki nem rakott ki Rubik kockát, és fogalma sem volt arról, hogy van erre valami általános algoritmus, most már tudjuk, hogy van nyilván, de ő még nem tudhatta. Vagy pedig csak arra tudott kirakni, amerre elkezdte tekerni, de az már rég késő, mert akkor már addig olyan nagy hosszú. Szóval mi lenne akkor, hogyha lenne nekünk egy ilyen lehetőségünk, hogy ilyen jellegű feladatokban, ilyen baromi bonyolult feladatokban, mint a mikrosütőórának a beállítása, vagy a Rubik kocka segítene a szemnek. Mi lenne, hogyha a Rubik kocka, amikor össze van keverve, akkor megjelennének körülötte ilyen nyilak, hogy tessék, azt erre teker. Na hát ez volt a hobbi projektem. Úgyhogy az első dolog, amit akartam csinálni, és ez volt az első AI projektem, hogy úgy mondjam, hogy egyáltalán hol van az a Rubik kocka, meg minden. Ugye be van keretezve, hogy az egy object detector, ami mutatja, hogy ott van a Rubik kocka. És ha megnézitek ezt a videót, egyébként direkt kockás trikóba voltam, az nem zavarja. És ha megnézitek ezt a videót, akkor egész jól sikerült a dolog. Nem igaz, összekevert Rubik kockát is kirakta. Nem kiraktam, megismertem. Úgyhogy ez már valami. De hogy jutottam el idáig? Mert én úgy gondoltam, hogy a Computer Vision meg az AI az ugye a fekete mágiával a materiális szinten. Biztos van valaki, aki ért hozzá, de ez nem én, vagy most nem is kinek leszek. De ezt mégis sikerült ezt a kis feladatot megugranom. Az egyik nagy segítség az ez a könyv, World Deep Learning for Computer Vision with Python. És ebben mondjuk megtanultam egy csomó minden, hogy megtanultam, hogyha a számítógép azt mondja erre a képre, hogy ez egy egér, azt mondják, hogy image classification, a számítógép úgy mondja, azt mondja erre a képre, hogy itt az egér, ott a billentyűzet, azt úgy hívják, hogy object detection, és ez baromi érdekes, mert látszik, hogy a computer visionisták sem tudnak rendesen elnevezéseket adni a dolgaiknak. De most, ha tudtam, hogy object detectionnek hívják, most már azért rá tudtam keresni. És azt is tudtam, hogy ha mondjuk egy ilyen algoritmusnak mutatok egy rakat fehér képet előtte egy Rubik kockával, akkor ő csalni fog, és azt mondja, hogy ahol nem fehér, ott van a Rubik kocka. És éppen ezért fogtam magam, és letöltettem 700 darab képet, aminek az volt a kereső kulcs, szóval, hogy beautiful, és persze sejtettem, hogy egyszer majd előadást tartok, úgyhogy mindenféle felnőtt szűrőt kikapcsoltam, vagy bekapcsoltam, és mindenféle public domain szűrőt, vagy szintén bekapcsoltam, hogy public domain képeket tudok fotogatni. Úgyhogy van nekünk gyönyörű üveglepkénk, gyönyörű emberünk, meg gyönyörű tájunk, meg mit tudom én, 700 darab ilyen teljesen össze-vissza kép. Utána fogtam ezt a 700 képet, és meg egy háromdimenziós Rubik kocka modellt, amit így tetszőlegesen tudok forgatni, és ezeket betöltöttem egy Unity alkalmazásba. A Unity az egy háromdimenziós játékmotor, de manapság nem csak játékra használom, hanem például augmented meg virtual reality-re is. És ez a Rubik kocka, vagy ez a kis Unity alkalmazás, ez képes volt arra, hogy teljesen véletlenszerűen össze-vissza forgassa a Rubik kockát nekem, meg össze-vissza mozgassa, és mindezt egy véletlenszerűen változó háttér előtt megjelentse. Mert úgy gondoltam, hogy a fene se fog nekiállni, és több ezer darab fényképet készíteni Rubik kockáról a különböző szögökben, és utána még egérre berajzolni, hogy hol van az. Ez már egy ilyen képességet is megvalódja. És utána elindítottam a programot, ez mondjuk másodpercekben több mint 100 képet tud generálni, csak lelassítottam, hogy senki ne kapjon epilepsziás rohamot itt a videóban, de ott látszik, hogy a háromdimenziós térben a kocka ott van, és itt előtte pedig a kép, és ez maga a kép, amin a
amivel kockák szerepelnek. Ennek az eredménye lett, egyébként tényleg valami gyors, 5-5 percen belül, nem tudtam, hogy hányat, de mondjuk csináltam 2000 valány százat. Lett egy csomó ilyen kép, tehát mindegyiken ott van a Rubik kocka különböző háttérrel. És lett egy ilyen táblázat, ami azt mondta, hogy a 13-as számú képen a Rubik kocka befoglaló nézetének a koordinátái 1-3-4 szám. És utána elővettem megint azt a könyvet, meg a benne tanult algoritmusokat, és szenvedtem kicsit sokat a Pythonnal, és egyszer csak eljutottam idáig. Az éles szemüvek észrevehették, hogy itt a tesztképek között egyetlen egy olyan kép sincsen, ahol a kocka össze van keverve. Nem mondom, az biztos nehezebb, az majd később. De nem. Az első, nem az első, az sokan próbálkozás, de az első sikeres próbálkozás az már az összekevert kockát is meg tudta oldani. És itt jön be az izgalmas dolog, foggalom nincs, miért? Most már sejtem. Igen, és nekem is az a sejtésem, hogy ezekre a fekete keretekre mászik rá, lelőd az összes poénat. Nem baj. Ezekre a fekete keretekre tanult rá, és a többi azért nagyon-nagyon érdekli. De oké, én kezdő AI-os vagyok, stb. De például, ha mennél, megkérdezel a Google Translate belül, hogy itt fogalmat is. Sejtik, talán részét. És ez gáz, nem? Valahol, amikor építünk ilyen mesterséges intelligencia dolgokat, és nem tudjuk, hogy hogy működik belül. Ez azért gáz, mert például Amerikában a mesterséges intelligenciára, ami igazából egy marha, ugye a statisztika gép, rábíznak olyan döntéseket, mint például egy bírónak megmondja a rendszer, hogy mennyire valószínű, hogy ez a bűnös, ez visszaesik. És nem tudják, hogy az a rendszer hogy működik belőle. És annak megfelelően engedi szabad lábra, vagy kap súlyosabb börtönbüntetést. És miből táplálkozik az a bizonyos rendszer? Hát abból, hogy korábban hányszor esett vissza a hasonló körülmények között levő ember, magyarul bele van kódolva az előítélet, a rasszizmus, egy csomó minden. És nem tudjuk, hogy hogy működnek ezek a rendszerek belül. Ciki. Aztán vittem tovább ezt a projektet. Készült egy ilyen. És amit egyébként itt láthatok, az megint nem trükk. Tehát amikor rajtam van a HoloLens és előttem a Rubik kocka, akkor pontosan ugyanazt látom én is térben meg minden. Na ez hogy készült? Jó, hogy valami kis szállítottad a kockát. Tessék? Ez egy olyan kocka volt, ami van, azt hiszem, hogy papja. Hogy elállom ezt. Így van. De akkor te ezt az előadáson már lehet, hogy látod. De lehet, hogy nem. Igen, ez egy Bluetooth kocka, ami Bluetooth üzeneteket föl minden is alkalmunkra elfordított. És utána pedig már csak annyi volt a munka, hogy egy meglevő kocka kirakó algoritmust JavaScript-ből átírjak olyan nyelvre, amit a HoloLens megért, és utána már még viszonylag működött is a dolog. De ez megint tök jól illusztrálja szerintem, azért is csináltam végig ezt a projektet, tök jól illusztrálja azt, hogy ez a bizonyos instant expert, vagy just-in-time expert, egy tálazó kifejezés.
Amikor fogalmad nincs, hogy hogy kell kirakni a Rubik kockát, és itt szerintem, ahogy feltettétek a kezetek, nagyjából a jelenlévők 80-90%-ának fogalma sincs, de mégis, hogyha ez a feladat, és odaadok neked egy ilyen szemveget, meg egy hát ilyen kicsi speciális Rubik kockát, akkor meg tudnátok oldani. Ez valahol szuper képesség, nem? De akkor van még egy kérdésem. Van ebben a videóban egy másik mozzanat. Ugye a videóban végig előttem volt a kocka, de van egy mozzanat, amikor a legmélyén rájöttem, hogy meg kell mutatni azt, hogy mi van, nem előttem a kocka. Ezt hogy csináltam? Hogy a kék kör az ott van a kocka körül. A kék méget. És ezt nem az egyenlőt használtuk. Ez az egyik tipp. Lehet, hogy minden lébe kanál, de ebben pont nem. Majdnem. Nem sikerült azt a kocka körberajzoló kis micsodát átültetni a HoloLensre. Úgyhogy azt csináltam, hogy a kockát itt tartottam, és a fejemet mozgattam el. És a kocka végig egy helyen maradt, és utána a szemüveg maga tudja, hogy én mennyit mozdulok, ezért megfelelő helyre találzom a gyerecskát. Na, ez csak egy ilyen apró kis trükk. Szájt. Ez egy film, ez egy kis rövid film, 8 perces. Itt alul láttok egy URL-t. Ez a film ez arról szól, hogy milyen lesz az a világ, egyébként már vagy 7 vagy 8 éves maga a film is. De hogy milyen lesz az a világ, amikor ezek a kiterjesztett valóság technológiák, amiket így felvillantottam, ezek már egy kontaktlencsébe lesznek benne. És hogyha most azt mondjátok, hogy AI-en nem lesz, az nem igaz, most egyszer sem láthatunk ilyet, ami most volt a két hete. Tehát amikor ez a technológia már nem egy ilyen bőszlenes szemek, hanem egy kontaktlencsébe van benne, és teljesen érti és ismeri a környezetet, mint ahogy az előbb értettük a Rubik kockát, meg a mikrosütőt, meg a mindenféle előtt. Milyen lesz az a világ? Nézzétek meg ezt a filmet, baromi izgalmas szerintem. Nem akarom lelőni benne a poént. Kickstarteren gyűjtöttek egy ilyen kiterjesztett változatra pénzt, ami sikeres Kickstarter volt, tehát meg valamikor lesz egy kiterjesztett változat, de addig is az eredeti filmet már most meg lehet nézni. És ebben a filmben van egy jelenet, hozzá az a jelenet, amikor a főhősünk elmegy randira. Egy addig ismeretlen lánynál. És ez a dolog ezen nagyon megfogott. Ugye itt azt látjátok, hogy mik a hobbiai a leányzónak, meg milyen ételeket kedvel, meg itt van mondjuk a Facebook fala, vagy akármilyen fala. Még pontozzad is, mert hát ezt a csajtot szerzett megfordítani, csak a 22%-ra. Úgyhogy gondoltam, mi lenne, ezt megcsinálnánk valóságban igaziból. És nem a brandi oldal az az izgalmas, és ezért ez kicsit creepy. A creepy szó megvan? Mindenkinek mit jelent? Nem a brandi oldala miatt gondoltam, hogy ezt mi lenne megcsinálni valóságban, hanem azért, mert nekem úgysébb az arcfeméliám. Volt olyan, hogy pont amikor ezt az előadást Svédországban tartottam, hogy az előadás előtt elmentem ebédelni egy másik előadóval, és tök jól elbeszélgettünk, mit tudom én, és utána volt egy ilyen közös vacsora, ahol az előadóknak, amit a konferencia szervezői szerveztek, és ezen a vacsorán én fogtam magam is bemutatkoztam annak, akivel előtte órát keresztül ebédeltem. Ilyen az arc van. Jó, tehát bárkire nem emlékszem, az ne vegye személyes sértésnek, ez van. Úgyhogy nekem milyen marra jól lenne, hogy föltenném a kiterjesztett valóság szemüveget, és akkor tudnám, hogy ki az, akivel is szemben ülök, mert hát ez hozzám, nekem az is már marra, hogy szuper képesség. És úgy gondoltam, hogy ezt úgy lenne legegyszerűbb megcsinálni, hogyha azok, akiket én Twitteren követek, nem akik engem, hanem akiket én Twitteren követek, legalább azokról tudjam. Úgyhogy nekiálltam ennek a remek kis feladatnak,
először is Twitter fejlesztői accountot kellett kérnem, ez meglepően egyszerű volt. Utána le kellett töltenem az összes olyan Twitter usert, akit én követek. Az ilyen 1800-valami user összeg. Teljesen mindegy, most itt van hozzá kód is, nem hazudok, de nem menjünk bele részletesen. A lényeg az, hogy eredményül kaptam egy ilyen listát, ahol itt van az emberkéntnek a Twitter ID-ja, az, bármint az azonosító száma, itt a Twitter profil ID-ja, és kaptam egy URL-t, egy linket, hogy honnan tudom az ő profil képét letölteni. Hát ez mindig több publikus info. Utána letöltöttem, írtam egy rövid kis programocskát, és letöltöttem a profil képeket. És ilyen képeket láttam. Ugye van akinek teljesen normális kultúrált arcképe van fönt, hurrá. Aztán van akinek teljesen normális kultúrált arcképe van fönt, csak az nem az övé. Ha vele találkozok szemtől szembe, akkor az nem jön össze. Van akinek rajzolt arcképe van, oké. Van akinek ilyen non-figuratív arcképe van, ezzel se tudok igazából mit kezdeni. Meg hát miután én AR-VR-rel foglalkozom, elég sok olyan embert követek, aki szeret ilyesmivel pózolni, meg az ilyen Twitter profilom is hasonló. Úgyhogy hát ezek vannak. A többiekre legalább működni fog. Tehát fogtam ezeket a kis képeket, és feltöltöttem őket az Azure Cognitive Services-be, az Azure az ugye a Microsoft felszolgáltatása, a Cognitive Services pedig mindenféle ilyen AI algoritmusokat tesz könnyen elérhetővé, mint például a Computer Vision-t, meg azon belül például az arcfelismerést, és már szerintem sejtettétek, hogy hova akarok ezzel az egészet kiukadni. Utána el kellett döntenem, hogy ezért most akarok-e fizetni, és miután olyan drágák adtok nekem, hogy természetesen fizetek, úgyhogy nem az ingyenes verziót választottam, hogy már vagy 3-4 euróba belekerültetek. És utána írtam egy kis programot, ami feltölti ezeket a képeket az Azure Cognitive Services-be. Ez lett az eredménye. Kaptam egy csomó ilyet, hogy no face detected in the image, magyarul, hogy nincsen arc a képen. Oké, vele nem fog működni. Megkaptam egy csomó ilyet, hogy success, ahol találtam az Azure arcot. Egyébként tök izgalmas, csak úgy, hogy nagyjából az embereknek a felének volt értelmezhető arcképe, a másik felének még nem. És utána azt mondtam, hogy jó, akkor most csinálok egy tréninget, hogy a tréning az, amikor betanítjuk a mesterséges intelligenciát ezekre a dolgokra. És nagyon rendesen, nagyon aranyosan megírtam egy bonyolult kis programocskát, ami így másodpercenként felszól a szerverre, hogy na kész vagy már, na kész vagy már, na kész vagy már. Ki tudja, hogy meddig tartik ezzel fényképet analizálni neki. Úgyhogy ezt így megírtam, és utána azt mondtam neki, hogy fuss, és azonnal vissza is tért. Az 1000 fényképet az 7/10 másodperc alatt dolgozta föl a világ másik végén a cucc. És utána olvastam, ha 1 millió fényképet töltöttem volna föl, az nagyjából fél óra alatt van. Oké, tehát ott tartunk, hogy fel van töltve az összes olyan emberről, akit Twitteren követek, egy darab fotó, kivéve akinek ilyen értelmezhetetlen fotója volt, és meg kéne hozzáírni az appot. És akkor megírtam hozzá az appot, amit most itt nagyon gyorsan meg is fogok nektek mutatni. Klik. Most miután most nincs itt senki, aki Twitteren követnék, ezért csalni fogok egy nagyon picit. De ha valakit érdekel, akkor ez az előadás már két különböző példában, két különböző nyelven fönt van az interneten, és megnézhetitek, hogy ez valójában működik-e vagy sem. És fényképeket fogok mutogatni itt a webkamerának. Ennyi volt. Ez itt Jessica, aki hozzám hasonló egy Microsoft MVP, és ahogy láttátok, a másodperc nél kevesebb idő alatt, ha kicsit okosabban írom meg, akkor ez valószínűleg 1-2 másodperc lett volna, felismertük, hogy ő volt. A fotó, ami alapján felismertük, az ez. Tehát nem ugyanaz a fotó. És jobb oldalt pedig itt van az ő Twitterje, tehát hogyha ez egy okos szemüvegen lenne előttem,
akkor az lenne, amit az eredeti demóban láttam. Itt van egy következő példa, Jean Paolo barátom. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a fényképen a telefonon szemben van egy szép elegáns profilkép, a Twitter profilképén viszont a szeme el van takarva, az arca is részben el van takarva, de nem is szembenéz, és mégis ott fönt láthatjátok ilyen 0,89%-os tizedes confidence levelet, tehát hogy mennyire biztos benne, meg fel tudta ismerni. Következő kolléga, Denis barátom, mert kicsit alacsonyabb a bizalmi, level, bizalmi szint, de leginkább azért, mert ennyire a kis tanulítom, tovább lesz. 0,9, és teljesen más a két kép. És hogy nem csalás, még ott a kivetítőn is most őt látja. Sikerült minden mutatok egyet. De még mutatok egy jót. Ez itt Alex Kipman. 10 év, némi borosta, meg egy komplet HoloLens 2 van a két fénykép között. Úgyhogy a confidence levelünk már lement ilyen 0,7 köré. De még mindig 10 másodperces nagyságrendelet felismertük. Egyetlen egy fotóból. És ez ugyanúgy működik, hogyha mondom, ha lenne valaki, aki Twitteren, aki benne van az adatbázis ideálna, akkor az ugyanúgy működne. Én vagyok az egyik kivétel, miután én nem követtem magam Twitteren, ezért itt hát néha másokat ad be. De ha én is benne lennék, akkor engem adott volna. Igen, vagy a Balázs, vagy ezt a Derek kollégát szokta adni. Ez már megint való fél úton van a creepy, meg a kúny között, nem? Tehát ez az app egyébként úgy működik, hogy van egy kis helyi face detection, tehát a Windows kamera appiba bele van építve, hogy megmondja, hogy van-e rajta arc és hol van. Én nem akarom azt, hogy égve hagyom az appot, és akkor küldözgeti nekem a kéréseket fel a cloudba, mert előbb-utóbb azért ez nem 3-4 euróba fog kerülni, hogy egy-két éjszaka alatt úgy ott marad a gépen. Szóval van egy ilyen helyi face detection, hogyha helyileg találtunk rajta arcot, akkor elküldjük a felhőbe. Ha a felhőbe sikerült, akkor még egy ilyen kört kell tenni, mert valamiért így csinálták meg Microsofték, és a végén ugye a webbrowserben a megfelelő Twitter accountot megjelentjük. Ez maga a folyamat. Szóval, egyszerre cool, meg egyszerre creepy. És az van, hogy amikor az ember AI-jal elkezd foglalkozni, akkor mindig ez van. Hogy tök jó, meg tök hasznos, de igen, egy sima közterületi kamerából felismernek bármelyik költöket, ha csak egyetlen egy fényképpel voltak, még akkor is, hogyha az 10 évvel meg egy borostával az előtti. És azért ez már nem az igazi. Hallottatok talán arról, hogy Kínában mi van, ahol ezek alapján konkrétan pontozzák az emberek cselekedeteit, ha mondjuk átmész a zebrán, átmész a piroson, a zöld helyet, akkor kevesebb pontot kapsz, és hogyha túl kevés a pontod, akkor mondjuk már nem behetsz első osztályú vonat egyet, vagy akár még föl sem ülhetsz a vonatra, vagy mit tudom én. Nem kapsz olyan hiteleket, stb. Nem nagyon jó van. Ha a Black Mirror-nak az idevágó epizódját láttátok, akkor tudjátok, miről beszél, ha nem láttátok, akkor nézzétek meg. Nagyon creepy. És ugye ezek a technológiák, meg általában a technológia az ugye jó arra, hogy valami csodálatosat, valami szépet alkossunk, hogy az emberiséget, tudom, baromi fellengzős hangzik, de előrébb vagyok, hogy fölemeljük egy kicsit. De ugyanakkor ezzel a nagy hatalommal, ezzel azért nagy felelősség is van. Ugye, ahogy a pókembernek a nagybátyja mondta, hogy én hazudok, mert ezt nem a pókembernek találtak, hanem ez meg a francia forradalomból származik maga ez a gondolat. De ettől függetlenül rajtunk áll, meg rajtatok áll, hogy milyen jövőt építünk. Mert most azért fordulópont van. Ezek a technológiák jönnek, mert
mind üzletileg, mind, tehát mind gazdaságilag, mind emberileg, mind egyéb szempontból jövünk el, megvan a háttér, meg a technológia. Minden, amit mutattam, az létező valós dolog. Úgyhogy hát csináljuk úgy, hogy jó legyen, jó? Nekünk, a gyerekeimnek, azok gyerekeimnek. Köszönöm szépen, Bellárt András voltam, és szuper képes voltam. És akkor most itt vagyok még, amíg van kérdés, vagy akár utána személyesen. Igen? Látod ezeknek az AR szemüvegeknek a közeljövőjét? Tehát mikor lesz az, hogy másik fogalmazat, hanem valamilyen jobban elérhető váró eszközök megjelennek, és azt már képzik, hogy ilyen emberek is tudják használni. Vagy pedig nem csak képzik, hanem az ugye akár nem Először, és az idei év az nagyon nagyban erről fog szólni, először még a következő pár év is, először az iparban fognak ezek elterjedni, ahol ha azt mondom neked, hogy 1 millió forintba kerül a szemüveg, de megspórolsz vele 10 milliót, akkor senki nem kérdez semmit, hanem beszél. Ez a pont, ez szerintem a HoloLens 2-vel jött el, a HoloLens 1-en még nem. Úgyhogy amint a Microsoft megoldja a gyártási problémáit, akkor ez az inflexiós pont, remélhetőleg ez még idén meg fog történni. Ezen kívül az átlagembernek, tehát az átlagembernek a munkahelyére ezek be fognak szivárogni. És ahogy a technológia halad előre, az optikában nincs olyan, hogy Moore törvény, tehát hogy X másfél évente megduplázódik ugye a processzorok teljesítménye, az optikában nincs, ott fizika van, az a sok minden nem lehet csinálni, de azért vannak olyan új optikai megoldások, amik a szemüvegeket, ha nem is ilyen szinten, de bizonyos szinten már akár egy ilyen, csak picit vastagabb keretbe el lehet képzelni. Ez még nem biztos, hogy 3D, még lehet, hogy csak az egyik szememmel látom, de ezek már létező dolgok, és gőzerővel dolgoznak azokon az eszközökön, értsd, már lehet rendelni devkiteket, ami már tényleg úgy néz ki, mint egy kicsit idétlen vastag napszemüveg. És sztereó, és szép képe van, és érti, hogyha jobbra-balra mozgok. És mondjuk 500 dollárba kerül, ami olcsóbb, mint egy átlagos telefon, és a telefonodhoz csatlakoztatod egy rövid kis kábellel, például. És ez idén a piacon megjelenik, a devkitet már lehet rendelni. Dolgoznak mindenféle, ennek a konkurencia nagyon sok szemben. Ennek ellenére azt mondom, hogy azért ez mire ez tényleg így eltered, és azt mondod, hogy na jó, akkor ez most minek is van, amit az egész világ a képernyőn. Az még egy 5 év, optimistán 3, de a munkahelyen, az iparban, azoknak az embereknek, akiknek nincsen, akik mondjuk eddig valamennyire el voltak vágni a technológiától, mert amíg te a munkahelyeden irodai dolgozó vagy, persze ott egy asztal, meg ott állt a bőrömmel számítógép, és el vagy vele, de amikor kinnálsz a gyártósor mellett, vagy amit mi csinálunk ugye a repülőgép hangárban, mit tudom én, oda nem tudsz egy telefonnál nagyobb valamit oda vinni, és már a telefon is kicsit kényelmetlen, meg kicsit esetlen. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek fognak jönni, először az iparban, de vele párhuzamosan jön alulról a konszumer is. A konszumer AR, mondjuk az Apple-t az 2022-re mondják, ami vagy igaz, vagy nem, de az teljesen biztos, hogy nagyon dolgoznak rajta. Sorba, agyba, főbe vásárolják fel a cégeket, a Tim Cook is nyilatkozgat, csak ugye nem mondanak semmi konkrétumot. A Facebook is nagyon keményen dolgozik VR-ban, most ők a messze a legjobbak, ami szintén a creepy kategória, de ez van. És hát ugye a Microsoft az Enterprise oldalról közelíti a dolgokat, és nagyon sok kisebb-nagyobb kínai cég is rászáll, mert eljutottunk arra a pontra, a
Qualcomm 8, Snapdragon 855 XR2 chippel, ezt így kapásban. Amikor már a legtöbb ilyen nagyon nehéz probléma, az tényleg ugye polcról leemeled, és csak az a kérdés, hogy hogy rakod össze. Úgyhogy jönnek. Hosszú távon igen, de mondjuk az a rendszer, amit mi készítünk, az nem váltja ki az embert. Tehát mi pont azt a sweet spotot próbáljuk meg megtalálni, ahol az embernek akár több évtizedes szakértelmére szükség van. Döntést nem hozunk helyette, mert én is akarok olyan cégnél dolgozni, ahol egy hibás program sor miatt repülőgép zuhan le. Tehát döntést nem hozunk helyette, a döntést ő hozza meg, viszont pont azt az aprólékos, papírmunkás, szöszmetölős, potenciálisan emberi hibákkal is terhelt folyamatot próbáljuk egyszerűsíteni, ami miatt mondjuk egy 5 napos átvizsgálást le tudunk szorítani 3 napra, és ez már önmagában euró vagy dollár, tehát mindegy sok tízezerben mérhető. Igen? Ez 99%-os biztonsági lenne, úgymond igazából a gyűjtőre. Tehát 99%-on felismerő, hogy ilyen kicsit szóval meg ez egy gyűjtő. Igen. És amit tételekkel azt történik, hogy minden ezzel sebésznek, amit kisebésznek a fejére, összünk egy polgálatot. Csinálunk egy tárgyat, felküldjük a felvételeket. És akkor több száz darúja alatt letanítunk egy tárgyat, hogy úgy csinál szület. És ugye ez 99%. Pontosan mind a legjobb döntést hozunk, hogy kell ezt a szövetet felvágni, és hogy fogja, nem tudom, összevárni, hasonló. De ugye megtörténik mondjuk a hiba. Mert ugye a statisztika miatt, hogy történik egy ilyen probléma, és se. Ha valaki, aki mondjuk igazából másik véleményt akar mondjuk egy sebésztől, és az egy ember, aki mondjuk igazából azt mondja, hogy a gép rosszul döntött, hogy a sebész, aki vele tudja azt mondani, hogy kialakul mindennek az ilyen vitele. Hogyha felnyitjuk ennek a gépnek úgymond a szoftver, és semmi nem derül ki belőle, hogy mi zajlik ott, vagy mit csinált akkor, amikor ott volt. És az egy ilyen paradox helyzet, akkor kellettem mondjuk. Creepy, ugye? Igen, és ez már az önvezető autóknál is megvan, ugye, hogy most ki a hibás, hogyha egy önvezető autó balesetet az. Mert hiába van az, hogy az önvezető autók most már lassan elérnek arra szintre, hogy olyan biztonságosak, mint egy átlagember, aki pont abban az egy szoftverhibába hal meg, azt ez rohadtul nem vigasztalja. Erre a jogi meg társadalmi környezetnek fel kell készülnie, és tök egyetértek veled abban, hogy sokkal gyorsabban jönnek ezek a technológiák annál, mint amennyire gyorsan fel tudunk készülni. Nem tudom erre a megoldást, hogy mi ilyenkor a válasz. Nem tudom. Ez egy ilyen átfogatott állítás, hogy mindig az ember abból a, nem tudom, felhőből, amiből mondjuk a mitől jobban dolgozik, abból nem fog kérdezni azt, hogy pontosan. Nem lehet belenézni, és azt mondani, hogy ezt a program sort szerzem, hogy tudsz-e, és nem lehet igazán az embert kérdőre mondani, hogy ezt a, hogy az embereket kicsit ezt. Nem, de ez a hagyományos programozásnál is így van, tehát hogyha én elrontok valamit egy tök hagyományos programban, ami miatt valami üzemi baleset történik, és embereknek bajuk esik, vagy akár csak anyagi kár, akkor én vagyok a felelős, aki azt a programsort írtam? Vagy a főnököm, aki nem képzett ki engem eléggé? Vagy az ő főnöke, aki nem biztosított elég tesztelőt? Vagy az ügyfél, aki átvette ilyen tesztelési szint mellett? És akkor az ügyfélen belül kicsoda? Tehát ez már most is egy rohadt nehéz probléma. Nyilván nehezebb lesz, hogyha azt mondjuk, hogy AI, ezt próbálom kikapcsolni. Kétszer. Köszi. Most az úgy. Tehát ez egy tök izgalmas, meg érdekes probléma szerintem jogi, meg etikai, meg morális, meg minden oldalról. Nem mondom, hogy új probléma, de jó.
ez most van pilot fázisban. Hát mi úgy vagyunk, hogy most konkrétan az Aeroplexnél, aki Közép-Európában az egyik legnagyobb ilyen repülőgépkorban tartó cég, velük vagyunk partneri kapcsolatban, és náluk fut a pilót, vannak kilátásban egy külföldi partnerek is, nem minden veszek ennek, és várhatóan év végén, jövő évben lesz a bőrös különös tárgyal. A startup üzemben úgy próbáljuk belőni magát a rendszert, ez egy tök jó kérdés, hogy a repülőgép utal ugye baromi konzervatív és jogosan, és mindannyian örülünk neki, hogy azok. De úgy próbáljuk belőni ezt a rendszert, hogy ne változtassuk meg a folyamatot. Tehát a folyamat ugyanaz, csak nem papíron böngész, meg nem papírra írja, hanem a rendszerbe. És éppen ezért mi arra számítunk, hogy itt nem lesznek ilyen engedélyeztetési, meg ilyesmi komoly akadályok. Vannak, akik mondjuk ilyen drónos, meg hasonló megoldásokkal próbálják ugyanezt megcsinálni, ott azért ez sokkal egyszerűbb egy repülőgép téren drónt röptetni, tehát azért azt szerintem. Hogyha jól láttam a képen, akkor ez észlelése hibát? Nem. Nem, a hiba észlelését, tehát minden ilyen felelősségi járó dolgot egyelőre az embernél hagyunk. Nyilván hosszú távon mi is gondolkozunk ilyenekben, de most így az első verzióban erről nincsen szó. Viszont mérjük a hibát. Tehát egy 40 méteres gép van, és az még a kisebbek közé tartozik, és azon nekünk 1-2 mm pontosággal meg kell tudni mondani, hogy hol van az a hiba, mert hogyha a 3 mm-re odébb mérjük, vagy odébb van, akkor lehet, hogy már teljesen mondom, ahogy mondtam, lehet, hogy már nem engedik felszállni a repülőgépet, ha 3 mm-rel meg idébb van, akkor meg még semmi gond, nem is kell semmit csinálni. Említetted, hogy vannak ilyen program részek, program elemek, ahol nem ismerjük a működését. Hogy keresel ebben hibát? Tehát például, amikor itt mondod, hogy van teljesen lehetetlen képfelismerés, tehát 10 év eltéréssel, borostással, szemüvegben felismerés. De a következő embernél következőképpen nem ismeri fel. Még. Vagy ugye engem valaki másnak ismert föl. Azt szoktuk meg a számítógépektől, hogy baromi precízek. Hogy binárisak, hogy igen vagy nem. És az AI ettől abban különbözik, hogy az AI statisztikai alapú. Ő nem azt mondja, hogy ez most a webcam, az Velvárt András látja, hanem azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy ezt ebből az öt emberből valamelyiket látja, mindegyikhez rendel egy valószínűségi értéket, hogy ez 0,9, az 0,8, az meg picit hasonlít rá, de azért mégsem, mert mondjuk ugyanannyi fülem van nekem, mint az illetőnek, úgyhogy az 0,01. Tehát kicsit át kell magunkat is programozni, hogy a számítógépet ne tévedhetetlen, legalábbis amikor ilyen algoritmusokról van szó, ne tévedhetetlen valaminek tekintsük, hanem egy ilyen segédnek, aki hát igen, ugyanúgy csinálhat hülyeségeket is. Ami ebben a jó, hogy mondjuk az önvezető autók példáját hozva, hogyha egy önvezető autó hibázik, akár baleset lesz benne, tök mindegy, hibázik valahogy, akkor abból a hibából a gyártó az készíthet egy újabb, úgymond tesztesetet, és a következő generációs, amihez nem kell egy teljesen új autót vásárolni, csak egy szoftverfrissítést, a következő generációs, vagy a következő szoftververzió, mondjuk így, az már azt a tesztesetet tartalmazza, tehát azt a hibát még egyszer nem követi el. Magyarul, ha én beülök mondjuk egy Teslába, akkor én aki levezettem életemben mondjuk 100 000 kilométert, van X tudásom, de az a gép, akire mondjuk akkor rábízom az életemet, az több billió kilométert is levezethetett már. És abból tanul, sokkal lehezebben tanul, mint én, de sokkal nagyobb adatmennyiségben.
Úgyhogy így lehet úgymond a bagokat javítani, de, de nem ugyanaz a, nem, nem szabad, hogy ugyanaz legyen az elvárásunk a, az AI-os számítógépek kapcsolatban, amit megszoktunk, hogy igen, a számológépbe beírom, hogy 5x3, akkor mindig 15 lesz. Ahogy az ember sem. Másik kérdésem az, hogy mi van akkor, hogyha kimerül az elem a szemüvegből? Akkor nem látunk és nem hallunk semmit. Akkor addig, amíg nincs másik szemüveg, nem javítunk repülőt? Egyrészt ezt simán meg lehet úgy csinálni, hogy tényleg több szemüveg van, mert amúgy is kell, mert mit tudom, és akkor leemelem a másikat a polcról, meg zsebembe hordok egy kis akut, és ezt egy kábellel odakötöm, tehát millió megoldás van. Illetve ugyanezt a kérdést mondjuk 5 év múlva nem fogod föltenni, ahogy ma sem kérdés, hogy mi van akkor, ha délelőtt lemerül a telefonom, mert nem merül le, mert kibírja. Jó, hát ez erről szól a történet, hogy ilyen milyen biztonságoldásokat kell csinálni, hogy ami nem következhet, de az is bekövetkezhet, lásd mögött.